Köszönöm szépen. Hát egy nagyon jó felvezetés volt ez. Kicsit el is pirultam benne. Na, de viszont térjünk rá arra, amit ugye tulajdonképpen én egy megoldást kerestem, hogy hogyan tudom azt megoldani, hogy hosszú távon bízzak és ugye az alkalmazottakat tudjam foglalkoztatni, és mi kell nekem ahhoz, hogy elérjem azt, hogy az alkalmazottaknál ugye tulajdonosi szemlélet is föllépjen. Na most, mindjárt, igen, ez lesz. Ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy egy vállalkozó próbálja meg a lehető leghosszabb távon gondolkodni, mert így lehet igazából sikereket elérni. És ugye ezt kezdeném egy nagyon jó kis viccel, hogy hogy is zajlik ez a legtöbb helyen. Tehát az van, hogy Amerikában kijelentette az elnök, hogy náluk nagyjából 3000 dollárt keres egy alkalmazott, körülbelül 2000-ből meg lehet élni, és senkit nem érdekel, hogy mit csinál a fennmaradt 1000 dollárjával. A németeknél az nagyjából hasonló, ott körülbelül 2000 eurót lehet keresni átlagosan, nagyjából 1500 euróból meg lehet élni, és senkit nem érdekel, hogy mit csinál a fennmaradt 500-zal. Magyarországon ez egy kicsit másképpen zajlik, mert hogy a minimálbér a 105 ezer forint bruttóban, talán 150 ezer forint nettóból meg lehet érni, és senkit nem érdekel, hogy honnan kaparjuk össze a maradék összeget. Jó, tehát ugye, és ezért tulajdonképpen az alkalmazottak is folyamatosan jönnek, mennek és keresik azt a lehetőséget, ahol egy kicsit többet tudnak keresni. Na most ugye tudni kell, hogy van egy vállalkozó, aki igyekszik mindent elintézni, lelkesen tesz-vesz, felhajtja a munkákat, azt megfelelő minőségben próbálja átadni és levezényelni. És ugye ezt akkor tudja megoldani, hogyha vannak a megfelelő szakemberei, akik jól ki vannak képezve, és bennük meg is bízik. Ugye, és hogyan, ugye itt van a másik, ugye az alkalmazott, az tulajdonképpen a cégnek az arca. Bár legtöbb esetben ugye a cégvezető megy el tárgyalni, de mégis az alkalmazott az, aki ugye elvégzi a munkát, és legtöbb esetben találkozik az ügyféllel, mert kimegy egy helyszínre, vagy mit tudom én, értékesít valamit, és legtöbb esetben ő találkozik az ügyféllel, és hogyha neki olyan a hozzáállása, hogy az a céget képviselje, és nem mondjuk föltett lábbal ül egész nap az irodában, akkor haladni fog előre az egész dolog. Viszont ennek ellenére nagyon sok olyan helyzet van, hogy az emberek nem találják meg egy bizonyos cégnél a számításaikat, és akkor elindulnak a saját útjukra, hogy megkeressék a megoldásokat, és ebből adódik a nagy fluktuáció. És ugye ez egy komoly probléma, hogy amikor cégvezetőként elkezdek foglalkozni egy emberrel, és tanítom, és egyszer csak fogja magát, és odébb áll az összes tudással, amit ugye addig átadtam neki, és akkor kezdhetjük előről az egész játékot egy újabb kollégával. Na most, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy tulajdonosi szemléletet építsünk be minden egyes alkalmazottba, hogy ugyanazzal a gondolkodásmóddal, ugyanazzal a felelősségvállalással tudjon ő is dolgozni, és ez fogja majd eredményezni azt, hogy a vállalkozás hihetetlen fellendülésbe tud indulni. Igen, tehát rengeteg idő, energia, az új emberek folyamatos betanítása, felkutatása, stb. Tehát ugye ez rengeteg olyan idő, amit igazából meg lehetne spórolni, és a cégfejlesztésre lehetne fejleszteni, kivinni. Mit tehetünk ez esetben? Ugye lehet szó fizetésemelésről, lehet szó jutalomról, kafetéria, vagy egyéb juttatásokat még lehet igazából beiktatni a rendszerbe, ami egy nagyon jó dolog, de egy bizonyos pont után ezekkel is baj van. Ugye, mert az első hónapban az alkalmazott azt mondja, hogy hú, nagyon szuper, minden a világ legjobb cége, de aztán utána elkezd megszokottá válni, utána már elvárja, hogy ez a juttatás jöjjön, sőt, aztán el is kezdi követelni. Ugyanakkor lehet, hogy nem fogta föl az egész cégnek vagy nem vette át az egész cégnek a tulajdonosi szemléletét, és hosszú távon nem lesz belőle plusz jövedel, vagy plusz termelés.
Ugye és akkor hogyan lehet azt elérni, hogy ez megvalósuljon? Ugye és a vállalkozó fölteszi a kérdést, hogy akkor jó van, kivel dolgozzak, kiben bízzak meg, hogyha az alkalmazottaim igazából nem veszik át ezt a tulajdonosi szemléletet, és akkor megint ott állok, hogy nekem kell rohangálni, és nekem kell igazából mindent megcsinálnom. Ugyanúgy konkrétan az adminisztrációtól kezdve, vagy lehet, hogy ki kell mennem nekem is konkrétan megcsinálni a munkákat, és még mindig ott állok, hogy egyedül nem tudom ezt mind kivitelezni. De ugye, hogyha már mindezeket kipróbáltunk, és mindezen túl vagyunk, hogy munkát munka után saját magunk végzünk át, akkor mi lenne, hogyha kipróbálnánk valamit, amit úgy nevezünk, hogy fektessünk a saját emberünkbe. Ugye amikor beruházásokról van szó, akkor mindenki arra gondolkozik, hogy mit tudom én, új ingatlan, új gépek, új autó, nem tudom micsoda, és az emberek azok mindig a legutolsó sorban maradnak, holott az emberek a pillérei egy cégnek. Tehát ember nélkül semmi nem működik, bár ugye haladunk a modern technológiával és jönnek a robotok, de a robotot is szerelni kell, azt is javítani kell, és azt is csinálgatni kell. És ugye mi történik akkor, hogyha ugye egy nem megfelelő embert alkalmazunk? Ugye van is egy olyan mondás, amit én nem nagyon szeretek, de létezik az, hogy az alkalmazott a cég ellensége, a fizetett ellensége. Én ezt nagyon szeretném megfordítani ezt a rendszert, és ezért gondoltam, hogyha elérjük azt, hogy tulajdonosi szemlélettel gondolkodjon, és neki is egyfajta felelőssége legyen, akkor ez meg tud fordulni, és nem, hogy ellensége lesz, hanem egyenesen az az ember, akinek érdeke, hogy jól működjön az a cég, mert akkor ő is fönn tud maradni. Ugye kivételes megoldások, kivételes embereknek. Na most nagyon fontos tudni, hogy a cégvezető még egy gondolat hozzá, hogy a cégvezetőnek is kell lenni egy olyan gondolkodásmódja, hogy ezt el tudja fogadni. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, 2 nappal ezelőtt volt egy beszélgetésem egy cégvezetővel, és úgy nézett, nem nagyon értette, hogy miről akarok neki beszélni, és egy másik útvonalon visszahallottam, hogy azt feltette a kérdés, hülye ez a Feri, hogy fizetni akar pluszba az embereknek? És akkor így álltam és néztem. Na, ugye neki nem az a gondolkodásmódja. Igen, folyamatosan változik a piac, de ugye nagyon fontos szempont, hogy a piaci értéke egy embernek, az folyamatosan növekedni fog. Ugyanúgy, mint például a élsportolóknál, vagy vannak különböző nagy cégek, nagy cégvezetőkkel, aki ugyanúgy megvásárolják egymást, a cégek az alkalmazottakat, mert nekik már hírnevük van, és nem rossz hírnevük, hanem jó hírnevük, egy-egy szakterületen. Ugyanúgy, mint a sportolóknak. Ugye a sportolóknál nagyon sok információ zajlik már külön, tévéműsorok, folyóiratok, stb. Tehát ők könnyen föl vannak dobva, úgymond. De egy vállalkozásban ez másképpen működik. Ott el kell érni azt, hogy nem csak a vezetőknek, nem csak a cég vezetőinek, vagy magasabb beosztású embereinek, hanem az alkalmazottaknak is piaci értékük legyen, és ezáltal elinduljon egyfajta, mondjuk úgy hírnév irányában, ha csak a saját szakmáján belül is. Ugye, mert akkor másképpen látja, például, ha csak megint a takarításra gondolok, már van olyan, hogy takarítói verseny. Ugye, hogy oda legtöbb esetben olyan ember megy el, akinek van egy bizonyos tapasztalata, és bízik is magában. És hogyha ezt mi cégvezetőként elkezdjük ezt táplálni, és elősegíteni, hogy ez minél jobban kihúzza magát, és ne megbújva dolgozzon, akkor neki is létrejön egyre magasabb, és napról napra, vagy hónapról hónapra gyarapodó piaci értéke. Igen, tehát ugye itt van az, hogy belső képzések alapján ugye az embernek folyamatosan növekszik a tudása. És ahogy telik az idő, egyre jobban fogja tudni kezelni a saját szakterületét, és egyre inkább önállóan fog tudni dolgozni. Ugye van egy olyan, hogy önálló szakember, önálló kreatív, ugye tehát vannak ezek is egy ilyen skálája. Na viszont amivel mi nekünk foglalkozunk ebbe az esetben, az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy pénzben meghatározható értéke legyen az embernek. Ugye nagyon fontos szempont, hogy mindenki tisztában legyen saját piaci értékével. Mit értek ez alatt? Tehát, ahogy növekszik a tudás, amit ugye fölhalmozódik,
azt egy bizonyos idő után akár pénzre is lehet váltani, tehát, és ezt fogja majd az EcoStep-nek a programja megvalósítani, mert hónapról hónapról növekszik a saját értéke. Ugye ezt, és ugye ez az összeg, ugye a szerződés lejártáig, tehát itt van az, hogy megint hosszú távon kell gondolkodni a vállalkozónak. Ugye manapság megint az van, hogy fölvesznek egy embert 3 hónapos próbaidőre, és mielőtt lejárna a próbaidője, elküldik. De ugye megint kell keresni egy másik embert, megint be kell tanítani, és innen van az, hogy rossz minőségű munkát végez maga a cég. Tehát igazából a cégnek a megbízhatósága is romlik ezáltal. Sokszor, mikor én is elmegyek egy-egy munkafelmérésre, fölteszik a kérdést, nem is tudom, talán a 60-70% az ügyfeleknek, hogy stabil emberekkel dolgozunk-e. Hát mondom, természetesen. Tehát én nem is tudok elképzelni más megoldást. Valamikor még fiatal vállalkozó koromban egyszer föltették nekem a kérdést, hogy mit csinálok akkor, hogyha valaki nem dolgozik jól. Egyetlen egy válaszom volt, kirúgom abban a másodpercben. Manapság ezt másképp gondolom. Ugye a belső képzésnek van itt fontos jelentősége, és ugyanakkor ezt megtetézve azzal, hogy folyamatosan emeljük a pénzben mérhető értékét az illetőnek, és amikor ugye a munkaszerződése lejárt, tehát úgy nagyon hosszú távra, akár 10-20-30 évben is lehet gondolkodni, vagy egy életben, és majd mindjárt látni fogjuk egy táblázaton belül, hogy bizony komoly pénzösszegek gyűlnek össze, és ezt az illető megkapja akkor. Ugye a kollégánknak volt valamelyik alkalommal, aki itt előadta ugyanezt a történetet, hogy az érmet a sportoló csak a bajnokság végén kapja meg, és ez is egy kicsit hasonlóan zajlik. Jó? Tehát igen, a nyer-nyer szituáció, tehát ugye ebben az esetben ugyanúgy a vállalkozó is nyer, mert kapunk egy stabil embert, illetve az alkalmazott is nyer, mert hogy ő meg kap egy stabil céget, akinél biztos az állása egy életen keresztül. Tehát nagyon sokan vannak, ez megint egy friss adat, ma történt. Tegnap volt egy kolléganőm, aki elkésett, frissen vettük föl, elkésett egy 15-20 percet, és tovább kellett maradnia, hogy az befejezze, és ma fölhívott, és mondta nekem, hogy elkésett, de aztán befejezte a munkát, nagyon szép lett minden, bejöhet még ma is dolgozni? És álltam, hát természetesen, megcsináltad a munkát? Hát meg, nagyon szép lett meg minden. Akkor miről beszélünk? Ugye, tehát arra törekszek, hogy a lehető leghosszabb távon tudjak valakivel együtt dolgozni, és akkor gyakorlatilag, ez megint egy pszichológia van benne, hogyha az ember folyamatosan stresszben érzi magát, hogy vajon mikor fognak kirúgni, akkor rossz lesz a munkaminősége. De hogyha az illető megnyugszik, hogy hú, itt van egy stabil cég, ennél nekem csak tanulnom kell, folyamatosan elérni azt, hogy az ügyfél is elégedett legyen, akkor be vagyok betonozva ide egy életre. És ennyi az egésznek a története, tehát ugyanúgy nyer az alkalmazott is, és a cégvezető is. Na itt van ez a gyönyörű szép táblázat, amit most már nagyon szépen látszik, látható most már? Igen. Csodás. Na ez 20 évre van lerajzolva, tulajdonképpen fölvezetve, de én már megcsináltam a 40 éves táblázatot is, nagyon jól néz ki, hogy ezzel is azt akarom mutatni, mindig az alkalmazottak megmutatom, hogy idáig, ennyi. És akkor... Na nézzük, hogy nagyjából miről is van szó. Tehát ezek a 15-ösök, ezek 15 ezer forintot jelentenek minden hónapban, ugye látjuk itt a hónapokat, oszlopban, illetve sorokban, hogy minden hónapban el van helyezve 15 ezer forint. Ugye ez jelen pillanatban az az összeg, ami minimum összegnek szánt, amit az EcoStep ugye el tud fogadni, de ennél lehet sokkal több is. Tehát, hogyha valaki úgy érzékeli, hogy egy beosztottja nagyon szépen halad a hierarchia rendszerben fölfele, akkor lehet ezeket megnövelni 16-17-20-ra, 30-ra, hogyha már egy komoly vezetői beosztást kapott az illető, akkor ezt nyugodtan lehet tovább növelni, de már itt is nagyon jó összegek látszódnak, hogyha megfigyeljük, az 5. évben az alkalmazottunk milliómos. Na most én, amikor azt mondom valakinek, hogy például ugye a takarításban az van, hogy ugye ez egy olyan szakma, ahol nem biztos, hogy az ember túl sokat keres, bár én ezt sokszor megtáfoltam, és nem biztos, hogy túl sokat keres, de amikor azt mondom valakinek, hogy 5 év munka után nálam milliómossá válhatsz, akkor így áll és néz.
Hát sehol máshol nem adják ezt meg neki. Ugye, mert gyakorlatilag itt összegyűl, és a másik nagyon érdekes dolog, amit pont ma jutott eszembe, hogy ez mennyibe kerül a vállalkozónak, bár erre majd mindjárt rá fogunk cáfolni, de hogyha ezt a 15-öt elosszuk 30 nappal, akkor ez napi 500 forint. Tehát naponta 500 forintomba kerül, hogy egy alkalmazott a cég szemléletét fölvegye, és tulajdonosi szemlélettel gondolkozzon és dolgozzon. De ugye már a... Hol van? Következő 10. évben már 2,5 millió forintnyi összeg gyűl össze, viszont a maga a cég az 1,8-at fizetett ki, és a többi az a kamatból adódik össze. Tehát ugye itt a kamatos kamatrendszer, ami jelen pillanatban 7%-kal van fölvezetve, ez itt nagyon szépen dolgozik, és gyakorlatilag itt a 15. évben már szinte kétszer annyi az összeg, majdnem kétszer annyi lesz az összeg, mint amit ugye a vállalkozó befektet és kifizet erre az összegre. Itt már meg is duplázódik jócskán a 20. évben. Ugye? Sőt, sokkal több. Igen. Sokkal több, mint duplája lesz. Jó, tehát gyakorlatilag így kell ezt figyelembe venni. Egy vállalkozó, hogyha ebben meglátja a zsenialitást, akkor rájön, hogy egy olyan stabil céget tud létrehozni, amivel egyedivé válhat a piacon. Ugye én amikor ezt elkezdtem nézegetni, tehát én egy problémára kerestem a megoldást, és én saját hivatalos bankszámlámban gondolkodtam, de oda fizetni kell, az a bankszámláért, mert ugye megadóztatják, plusz ugye a különböző járulékokat is kell fizetni utána, illetve nincsenek levonva, de ez költségként levonható a cégből, és rengeteg pénzt igazából meg lehet spórolni azon is. Jó? A másik meg ugye, amint én erre rájöttem, rögtön kirajzolódott előttem egy hihetetlen stabil cég. És azt mondtam, hogy nemhogy Budapesten, nemhogy Magyarországon, de lehet, hogy egész Európában el tudok indítani egy olyan fejlődést, ahol tudok törni előre, és nem tudnak igazából megakadályozni. A másik nagyon fontos szempont, hogy nem tudják elcsábítani tőlem az alkalmazottat. Mert nem tud igazából senki se olyat ajánlani. Amennyiben ugye valaki mondjuk úgy döntene, hogy el akar menni, tehát akkor ezeket az összegeket fogja elveszteni, hogyha ugye a szerződés valamilyen módon megsérül, vagy nem tartják be a szerződésben lévő pontokat. És viszont a másik nagyon érdekes dolog, hogy én viszont szinte bármelyik cégtől elcsábíthatom az összes jó alkalmazottakat. Mert tudok neki ajánlani egy olyan rendszert, amit máshol nem. Tehát azt majd biztos, hogy sokan megfigyeltétek, egy-egy szakterületnek a fizetése az közel azonos. Pár százalékkal eltér, nem tudom most, hogyha azt mondom, itt fölvezettem az elép, hogy 105 ezer forint, ugye lehet, hogy valahol kap 110-et, lehet, hogy valahol csak 90-et, de nem olyan nagy a eltérés, és akkor azt mondom, hogy figyelj, megadom neked ugyanazt, plusz még kapsz egy ilyen rendszert mögé, a fizetésed mögé. Amiből te 5 éven belül, hogy ugye rövid távon gondolkozzunk, 5 éven belül milliómos vagy. Ugye, tehát bármelyik olyan szakembert, akit én kinézek a piacról, az gyakorlatilag ennyivel el tudom, napi 500 forinttal el tudom csábítani. És ugye ez napi 500 forint pluszt jelent. És ez hihetetlen dolog, tehát amikor ezekre így rájövök, tehát ez egyébként, ez a gondolat pont tegnap előtt fordult meg a fejembe, hogy bárkit a piacról kinézek valakit, megkérdem mennyi a fizetése, megkapod ugyanazt, vagy esetleg kicsit többet, és plusz még kapsz egy ilyen rendszert hozzá, és ezt nagyon kevesen tudják. Tehát ugye én is az előbb említettem, hogy beszéltem egy vállalkozóval, az el nem tudja képzelni, hogy hogyan adjon plusz pénzt az embereinek, sőt azt nézi, hogy hogyan vegye le az óradíjokat. Ugye, és ez nem egy, ő nyer jelen pillanatban, per pillanat, de hosszú távon nem. Még egy gondolat, ugye a Bill Gates, mikor elkezdte a saját pályáját, és készültek ezek a nagyon csodás szoftverek, ő azt mondta, hogy ő nem csak egy egyszerű szoftvergyártó cég akar lenni, hanem a világ legnagyobb szoftvergyártó cége, és ezért a lehető legolcsóbban adta. Tehát úgy adta el a szoftvereit, hogy szinte alig volt rajta nyeresség. Ugye, és ezáltal elérte azt, hogy az ügyfelei megelégedettek voltak,
és mindenkitől levásárolt. Ugye, és ugye ugyanez lesz itt a történet, hogy nekem, mint vállalkozónak ugye egy pici vesztességem úgymond van, rövid távon, ugye, mert nem kapok annyit, vagy nem annyi lesz a bevétel, viszont hosszú távon egy olyan stabil céget tudok fölépíteni, ami versenybe szállhat bármelyikkel, sőt, egyedi uralomra törhet. Jó, köszönöm szépen az eddigi figyelmet, remélem, hogy mindenki tanult valami érdekeset, okosat, és sok sikert mindenkinek!